Országszerte lehetett hallani híreket kaptárlopásokról az elmúlt hetekben. Hogy mekkora kárt okoznak ezzel a tolvajok, és hogyan védekezhetnek az ilyen esetek ellen a méhészek, az is kiderül mai adásunkból. Köszöntöm Önöket, mutatjuk, mivel foglalkozunk még. Milliárdos beruházás, megújul a Tiszadobi Andrássy kastély. Az év embere, idén ketten kapták meg az elismerést megyénkben. Drágult a méz, a gyenge termés az árakra is rányomta a bélyegét. Tematikus játszóteret és rózsalúgast is kialakítanak a Tiszadobi Andrássy kastély történelmi kertjében. Emellett új állandó kiállítás költözik az épületbe, és az étterem is megújul majd. A teljes beruházás a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében közel 1,3 milliárd forintból valósul meg. A munkálatok már elkezdődtek, a tervek szerint pedig egy év múlva be is fejeződnek. Újabb nagy beruházás itt Tiszadobon és az Andrássy kastélynál. Mit jelent ez az épület a település gazdaságát tekintve? Az Andrássyak 279 éve vannak valamilyen módon jelen Tiszadobon, és ebből az első 204 év az úgy zajlott, hogy az Andrássyak nem csak a kastélyaikat építették meg, mert van három nekik a településen, itt van egy magántulajdonban van, egy az önkormányzat épülete, és ugye ez a kastély, ami fel lett újítva, az Andrássy Gyula kastély. És hát gyakorlatilag nem csak kastélyfejlesztést csináltak, nem csak vadászatot fejlesztettek, nem csak vadászattal foglalkoztak, hanem a tulajdonokban lévő mezőgazdasági területeneken is a kor legjobb vívmánya szerinti befektetéseket végezték el. Tehát magyarul mondva minden időszakban korszerűen termeltek, magas szintű termelést folytattak, olyan mezőgazdasági épületállományt hagytak örökül, amiben 1948-ban az akkori Táncsics termelőszövetkezet jött létre, tehát örökölte az Andrássyak örökségét, és hát ugye országosan híres termelőszövetkezetként funkcionált 1990-ig. Ezt is az Andrássyaknak köszönhetjük. Andrássyaknak köszönhetünk a településen több épületet, hisz az Andrássyak úgy építkeztek Tiszadobon, hogy gyakorlatilag az építőanyagot is ők állították elő, tehát Tiszadobon égették ki a téglát, ami az épületeikhez szükséges volt, és hát örökül hagytak egy olyan szellemiséget a gazdaságba, termelésbe, amiben a tiszadobi ember körömből tudta munkáját végezni, mint a környezetében lévő vállalkozások, környezetében élő emberek, és hát mi büszkék vagyunk arra, hogy Andrássy örökségen élünk. Egy nagyon emblematikus épület előtt állunk, itt a Tiszadobi Andrássy kastély. Beszéljünk egy picit ennek a múltjáról, hogyha jól tudom, a II. Világháború végén például román katonai kórházként is üzemelt egy ideig. A kastély valóban nagyon fordulatos történettel rendelkezik, bár más kastélyokhoz képest viszonylag rövid múltra tekint vissza, hiszen 1886 és 1890 között építette idősebb Andrássy Gyula. És a miniszterelnök, az egykori osztrák-magyar közös külügyminiszter elhunyt, mire a kastély elkészült, és így fia, ifjabb András Gyula fejezte be 1890 után. Valóban az Andrássy család hitbizományán belül több birtokosa volt ezt követően, ifjabb Andrássy Gyula, Andrássy Tivadar, majd a család egyik másik ága egy ki nem halt férfi ág örökölte, és így módon jutottunk el valóban 1945-ig, amikor a megszálló csapatok kórház alakították át több más kastélyhoz hasonlóan. Utána a gyermekotthon korszak következett, amelyről szintén megemlékezünk majd a kastélyban megnyíló új kiállításban. És hát így jutunk el a mai időszakig, amikor a Nemzeti Kastélyprogram keretében a NÖMF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. A második ütemét a kastélyfejlesztésnek meg tudja valósítani. Hiszen első ütemben a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei önkormányzat felújította teljes mértékben a kastélyt, most pedig a turisztikai vonzerővé fejlesztésére, az új kiállításoknak a kialakítására, illetve az új szolgáltatásoknak a megvalósítására kerül majd sor. Milyen új szolgáltatásokat értsenek ez alatt a nézők, mikre számíthatnak majd a felújítás után? Lesz egy műanyag alapú interaktív kiállítás, amely a látogatókat végigvezeti a kastélyon,
és az Andrássy család számos színes egyéniségű tagját mutatja be teljes keresztmetszetében az érdekességek mentén, de emellett rendezvényi terek, mind magán, mind céges rendezvényeknek, esküvőkre alkalmas terek, esküvői fotózásra alkalmas helyszínek is létesülnek, konferencia, turizmus mindenképpen el tud indulni, és hát lesz egy olyan korszerű kávézés ajándékbolt, amely egy 21. századi látogatóközpontban már elengedhetetlen. Az éttermünk 2 éve működik, és az ennek a tapasztalati alapján egy további fejlesztés keretében egy új, még nagyobb férőhelyű étterem is létesül itt Tiszadobon az Andrássy kastélyban. 2009-től elkezdték felújítani, és azért itt 2,1 milliárd forint már benne van itt a felújításban, meg közel 700 millió forint az az eszközállomány, ami a bemutató termekbe el lett helyezve. Most kap, hát én kereken mondom a számokat, egy 1,3 milliárd forintos felújítást, megújulást, turisztikai programot annak érdekében, hogy még több látogatót vonzon. Ez nem csak a kastély szempontjából érdekes, nem csak a országos turisztikai látványosság szempontjából érdekes, hanem nagyon érdekes a településnek a jövőképében is a kastély megújulás. Egy nagy beruházás, hát mondhatni közepén tartunk már, hiszen második ütem. Milyen összegből fog ez megvalósulni, és mit tartalmaz most ez a fejlesztés? A Tiszadobi Andrássy kastély turisztikai fejlesztéséről beszélünk most, tehát nem klasszikusan építési beruházásról, hiszen az első ütemnek tekintett, nevezzük úgy, beruházás 2015-ben befejeződött. Ami most indult, az a klasszikus turisztikai fejlesztés, turisztikai attrakciónövelés, illetve a kiállítási tartalomnak a felfrissítése, mely az Andrássy családot és a Tiszadobi kastélyt fogja bemutatni teljes egészében. 1,27 milliárd forint a teljes költség, amit 100%-ban az Európai Unió biztosít erre a turisztikai fejlesztésre. Mi újul meg ennek keretében? Új kiállítási terek jönnek létre, megújult kiállítási tartalommal, és amit ki szeretnék emelni, az a történelmi kertnek a teljes revitalizációja. Egy tematikus játszótér, rózsalugas, szökőkutak, illetve a régi sétányok, valamint a Holt-Tisza ágának egy része teljesen megújul, utóbbin egyébként csónakázási lehetőség is lesz majd. Beszéljünk egy picit magáról a programról. Ugye 2016-ban döntött úgy a kormány, hogy elindítja ezt a nagyszabású programot. Mi volt ennek a célja? Nem csak épületmegújításokat tartalmaz a program, hanem egy olyan turisztikai programot is, amely unikális szinte Európában, hiszen ez a Nemzeti Kastély és Nemzeti Várprogram egy olyan vonzáskörzetet fog jelenteni nem csak a térségre, hanem az egész program szempontjából, mint például a Kék Túra útvonal, amelyet érdemes Magyarországon végigjárni. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram helyszíneit is én úgy gondolom, hogy érdemes lesz végiglátogatni. Olyan kulturális örökség megismerésére lesz lehetőség interaktív kiállításokon keresztül, amelyekben az egész kicsi gyerekektől kezdve a legidősebbekig mindenki megtalálja majd azt, amiért odajött, és a kiegészítő funkciókkal, kávézókkal, éttermekkel, ajándékboltokkal, kastélykertek megújításával szintén olyan kulturált környezet fog létrejönni, ahol az egész napnak az eltöltésére is akár lehetőség nyílik egy család számára. A munkálatok gyakorlatilag már elkezdődtek, de a nagy közönség ebből még nem vesz észre semmit, viszont hogy új ütemben folytatódjanak, hogy egy év múlva újra ki tudjuk nyitni a kastélyt, ezért november 1-től a kastély bezárja kapuit a nagy közönség számára, és nem lesz látogatható. Idén később és csak szűk körben adták, hát az év embere a megyében díjat. A korábbiakkal ellentétben ezúttal nem egy, hanem két külön témában 3 személy is megkapta az elismerést. Egyikük Krivács András a vendégünk a stúdióban, aki egyébként a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke és a Baktaló Rendházi Fenyves Szálloda tulajdonosa. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és gratulálok mindenek előtt a díjhoz. Köszönöm szépen, és örülök, hogy itt lehetek. Kezdjük azzal, hogy kik kaphatják meg ezt az elismerést, kiknek osztják ki évről évre. Olyan emberek kapják ezt a díjat, akik a szavazatok alapján a legtöbb szavazattal rendelkezők, akik az év emberei lehetnek. Ezt egy
civil zsűri dönti el a két szervező felkérésére, a Máté Csaba, illetve a Nagy Gábor főszervezők felkérésére. 14. alkalommal volt megrendezve ez a rendezvény, vagy lett volna megrendezve ez a rendezvény februárban, amelyet a COVID-19 vírus helyzet miatt töröltek. Aztán egy újabb időpontra lett tervezve májusra, aztán majd szeptemberre, és mind a három rendezvényt elhalasztották, illetve egy későbbi dátumra tették. A következő dátum az 2021 márciusa, hogyha a járványhelyzet úgy akarja, túl vagyunk ezen a COVID-19-es őrületen, akkor nagy valószínűséggel a Borbálon, amely a megy egyik kiemelkedő nagy rendezvénye, gasztronómiai rendezvénye, ott át is vehetjük mindhárman ezt a díjat, már hogyha ezt így szükkörbe tehettük meg csak most 2020-ban, akkor 2021-ben a 2020 évemberével együtt mind a négyen átvehetjük újra ezt a díjat. Hogy történt ez most, hogy nem egy ember kapta az elismerést, hanem már is három? Hát a főszervezőktől én úgy informálódtam, hogy nagyon sok szavazat érkezett be mind hármunkra. Egy cég kapta, az Zombor cégcsoport, illetve én, mint magánszemély, illetve két ügyvezető kapta meg, az Zombor Krisztián és az Zombor Szabolcs, illetve én kaphattam meg ezt az évembere Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elismerő díjat, amelyet nagyon-nagyon büszkén fogok betenni a kis repertoárba, amelyet mindig a legjobb gondolatok mellett gondolok vissza, akár 2019-re, de hát ez nem egy évnek a munkája, hanem az elmúlt 20-22 évnek a munkája, amelyet a turizmusban, a gasztronómiában, a turizmus fejlesztésben töltöttem. Ez is volt egyébként az indoklása, hogy a magyar gasztronómiáért, a magyar turizmusért, a magyar turizmus fejlesztésért tett kiemelkedő munka, amelyre felfigyelt az a üzletemberekből álló csapat, illetve a főszervezők, akik a nevemet is bedobták a 2019-es kalapba, és hát köszönöm a bizalmat, eddig is nagyon nagy dolog volt bármilyen díjat kapni, de azért ez a díj, amely az évembere díj lett, ez sokkal többre sarkalja az embert a mindennapokban, és hát gőzerővel megyünk előre, hát lesz is mit csinálunk itt 2020 végére, illetve 2021-22-ben, hogy a magyar turizmus újra talpra álljon, és hát ugyanazt a lendületet vigye, mint amelyet 2020 januárjában tudhattunk magunkénak. És ebbe mindjárt bele is fogunk, kicsit akkor a területet kivesézzük, hogy hogyan viselte meg a koronavírus. Még kicsit a díjról annyit, hogy ezt a plakettet, amit most így meg is mutattunk a nézőknek, ezen kívül az elismeréssel járt-e valami más, és úgy tudom, hogy maga az átadó is egy picit meglepetésszerűen sikerült ön számára. Hát plakett, bor, illetve az elismerés, amelyet cipál magával az ember, hol súlyként, hol pedig örömként. Azért mondom, hogy súlyként, mert aki évembere lehet bárhol, bármikor, akár az ország embere, vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megy embere, a szűk pátriája. Ez egy olyan megtisztelő feladat, és ez nem egy éven keresztül viselet, hanem még világ a világ. Tehát úgy kell viselkedni, úgy kell élni, példát kell mutatni, ugyanazt a teljesítményt kell felmutatni, ameddig bírod, mint amelyet ezt a tiszteletbeli díjat megkaphattad. És én úgy gondolom, hogy az eddigi pályafutásom, az eddigi életútam, az eddigi viselkedési forma, amelyet a társadalom felé teszek, ez nagyobb mértékben nem fog változni, talán pozitívabb irányba fog esetleg, vagy pozitív irányba változhat, de negatív irányba semmiféleképpen. És én azt gondolom, hogy ebben az időszakban, amikor azért a koronavírus ebben az ágazatban különösen érezteti hatását, még inkább fontos a példamutatás és a jó példák mutatása. Most akkor, hogyha rátérünk a koronavírusra, mennyire viselte meg ezt az ágazatot, akár most a turizmus, akár kimondottan a vendéglátást nézzük, azért lehetett hallani, hogy hatalmas százalékban zuhantak mind a bevételek, mind a vendégek számai. Miről tud beszámolni az elmúlt hónapokból? Jaj, hát ez egy nagyon bonyolult format. Nagyon sokszor adtam interjút ennek a televíziónak is, illetve rádiós formában, online formában, akár itt stúdió beszélgetésekben, de hát ugyanazt tudom mondani, amit eddig mondtunk,
hogy az eddigi mérések szerint 2020 egy nagyon-nagyon jó év volt a magyar turizmusban, rengeteg foglalása volt a szállodáknak, éttermeknek, a rendezvényszervezőknek. Eljött ez a COVID-19 nevezetű vírus, amely teljesen keresztül húzta a magyar turizmus számítását, és nem csak ezt az évet, hanem a Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégiában, amely 2030-ig terjedt, bizonyos sarokszámokat és mutatókat húzott keresztbe, amelynek az újratervezését a Magyar Turisztikai Ügynökség a szakmai szervezetekkel elkezdte felülbírálni, és egy teljesen másfajta szemléletet próbálunk behúzni ebbe a rendszerbe, hogy azok a mutatók, amelyeket 2030-ra magunk éve szerettünk volna tenni, az a végkifejlett során az kisebb-nagyobb sikerrel teljesüljenek. Azt lehetett mondani, hogy március közepére a teljes magyar turizmus 100% visszaesést szenvedett. Aztán eljött a június, amikor elengedte a kormányzat, illetve a társhatóságok, amelyek felügyelték a vírusnak a terjedését és mozgását, és a magyarországi helyzetet elemezték, akár gazdasági, akár virológiai oldalról. Elengedte a magyar turizmust, kisebb-nagyobb megszorítások azért csak maradtak, illetve olyan jó gyakorlatok, amelyeket, hogyha beépítünk a mindennapi gyakorlatba, akkor kevésbé fertőzzük meg egymást, akár a munkavállalói fronton, akár a munkavállalók, a vendégeket, vagy éppen fordítva, itt gondolok a maszkviselésre, a helyes kézhigiéniára, a fokozottabb higiéniai gyakorlatokra, akár egy termelőegységben, vagy éppen bent a konyhán. De hát megyünk tovább, és azt kell, hogy mondjam, hogy júniusra visszatérve. A június az a tavalyi év bázisának a 35-40%-át hozta átlagosan, aztán a július az már közeledett, az egy olyan 80%, az augusztus az 100, illetve 120-130%-on ment a tavalyi év bázisához képest. Azt lehet elmondani, hogy egészen idáig a magyar belföldi turizmus az jól teljesít, de azért itt alábontanám, és azt mondanám, hogy kivétel Budapest. Budapesten drasztikus a helyzet, ott 3-5%-os töltéssel készülnek a következő idényre, illetve nem tudtak elindulni azok a nívós éttermek, nem tudtak elindulni akár a középszerű éttermek sem, vagy ha igen, akkor picike számban és nagyon picike vendégforgalommal, mint amelyet vártunk, illetve reméltünk közösen. És ha azt mondom, hogy jól sikerült a belföldi turizmust élénkíteni, igen, jól sikerült, kivétel Budapest sajnos, de hát Budapestet nem csak a belföldi turizmus elmaradása sújtja, hanem a külföldi piacokról beáramló turisták elmaradása is sújtja, és ugyanez még tetőzik a vidéken is. A szeptember az előző évi bázishoz, illetve hát az augusztushoz képest is 50%-ot tudott, az október az még további 10-15% elhullást mutat egyelőre, a novembert, illetve a decembert pedig még nem látjuk. Azt lehet látni, hogy az előfoglalások mértéke az megmaradt, de ahogy közeledünk ezekhez az időpontokhoz, egyre több a visszamondás akár a rendezvényeknek, akár az előfoglalásoknak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy amit akkor is mondtam, hogy áprilisban, hogy a nyarunk az nagyon-nagyon jónak mondható, de hát a fekete leves a második hullám miatt, a fekete leves, illetve a java az még csak most jön. Említette a maszkviselést is, milyen más olyan intézkedések léptek életbe, és akkor, hogyha most példának vesszük ezt a 11 órai bezárást, ami azért gondolom nagyon nagy nehézséget okoz az éttermekben, és főleg gondolom az esküvőknél, mi a tapasztalat, mennyire tudják megoldani a párok, hogy 11 órakor már elküldik a vendégeket csúnyán kifejezve? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a kérdés első fele az volt, hogy milyen további intézkedések jöttek a vendéglátóegységeken vagy szállodákon belül. A másfél méteres távolság akár a felszolgáló vagy a szállodai személyzet, illetve a vendég között, a vendégek között is nagyobb távolság, az asztal között is nagyobb távolság, a helyes kézhigiéné, a helyes higiéné a munkavállalóknak, illetve erre ösztönözzük a vendégeket is. És sok-sok olyan egyéb, akár egy ózongenerátoros fertőtlenítés, vagy olyan fertőtlenítési technikák, technológiák, amelyeket még eddig nem alkalmaztunk, de most a vírus megakadályozása vagy tovább terjedése miatt ezt alkalmaznunk kell, és ez kötelező is sok helyen. Ez csak egy pont, aztán jött az újabb
kormányrendelet, amely meghatároz sok-sok mindent, akár az üzleteknek a nyitva és zárva tartását is szabályozza, az a 431/2, tehát 2020-as szeptemberi rendelet, amely azt mondja, hogy a táncos helyeken, illetve az üzlethelyiségeknek 23 órakor be kell zárni, és reggel 6 óráig zárva kell tartania. Tehát reggel 6 órától este 23 óráig bármit lehet tartani, konferenciákat, esküvőket, bármit, akár táncos rendezvényeket is, de 23 óra után nem. Hát itt volt némi értelmezési probléma a szakmában, egy-egy szakmai szervezet azt mondta, hogy szálloda, hogyha van, akkor ott tovább tarthatnak ezek a zenés rendezvények, akár itt a lakodalmakra gondolok. Sokan úgy értelmezték, hogy kimondottan, ha a szálloda vagy az étterem mellett működő rendezvényház van, akkor ott működhet. Hát mi szakmai szervezet vezetőjeként mit is tehetnék, operatív törzstől kértünk ebbe segítséget, illetve kértünk segítséget a kormányhivataltól, innen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, és egyértelműen ezt a választ kaptuk, hogy a törvényalkotó értelmesen fogalmazott, és 23 órakor be kell fejezni ezeket a rendezvényeket. Egyik oldalon ezt megértem, másik oldalon is megértem, és azt vallom, és azt is mondom a kollégáknak jó gyakorlatként, hogy semmilyen gazdasági tevékenység nem írhatja felül az egészségnek a védelmét. És arra kérem minden is a kollégákat, hogy tartsák be az összes rendelkezést, rendeletet, és tartassák be ezeket a rendeleteket, ugyanis csak együtt lehetünk sikeresek, együtt foghatjuk meg ezt a járványt, és gondoljunk bele abból, hogy lehetnek trükkök, lehet ezerféleképpen megítélni egy-egy jogszabályt, vagy értelmezni, de saját magunkkal csapjuk be, és húzzuk el azt a védekezési időt, amelyet le kellene nullázni most már minél hamarabb, és a magyar gazdaság még egy teljes zárást biztos, hogy nem fog kibírni, legalábbis a mi gondolataink, illetve méréseink alapján, és nekünk is minél hosszabb ez az elnyújtott időszak, amelyet félig zárva, félig nyitva bizonyos rendelkezések mellett kell véghez vinnünk, annál nehezebb lesz a felépülés ebből az egészből, és itt azért megjegyzem, hogy ez egy teljesen más típusú válság, mint egy pénzügyi válság, ami volt 2008-9-10-ben, amely elérte a vendéglátást is. Itt hosszú lesz az időszak, a legjobb, a legoptimistább becslések szerint 2022 ősze a vidéknek a helyreállása, és ettől sokkal hosszabb lesz majd a budapesti kollégáknak a fölállása ebből a rendszerből. Ha azt lehet mondani, a teljes turisztikai szezont lenullázta ez a vírus, illetve a mellette hozott intézkedések természetesen a mi érdekünkben, az egészségünk érdekében, akkor lehet, hogy keveset is mondok. Vannak olyan turisztikai szektoron belüli kollégák, akár idegenvezetők, akik szinte 0%-ot tudnak a március óta. Képzeljük el azt, hogy mi történt velük, vagy mi fog történni velük. Mi történik majd akkor, hogyha valóban bekövetkezik a legrosszabb dolog, amelyet számolunk, hogy 10 munkahelyből csak 5 marad meg a turizmus szektoron belül. És hogyha összezárunk, és minél hamarabb sikerül az orvosok segítségével, kutatók segítségével, a kormány segítségével, akik hozzák a rendelkezéseket, legyőzni a vírust, vagy minimális szintre csökkenteni ezt a fertőzési rátát, amelyet hallunk nap, mint nap, hogy ne egy ember, ne egy másiknak adját, vagy több másiknak, hanem akár fél vagy ettől kisebb mutató legyen, akkor ez már siker, és el tudunk indulni a turizmus felzárkóztatásában. Sokkal nagyobb lehet a baj, hogyha a környező országoknak hamarabb sikerül ez, ugyanis abból az európai szeletből, amelyet európai európai destinációnak mondunk, és itt Ázsiára, illetve Amerikára, vagy Oroszországra gondolok, mint beutazó turizmus, ők nem Magyarországra jönnek kimondottan, hanem Közép-Európába érkeznek, és hogyha nálunk nem jó a helyzet, és piros besorolásúak vagyunk, akkor ezek a turisták el fogják kerülni Magyarországot, és ugyanúgy Prágát, Bécset, illetve Varsót fogják választani, és ez nekünk nem jó. Úgyhogy tartassuk be a szabályokat a mindünk érdekében. Lesz honnan visszakapaszkodni a szakmának, ehhez sok sikert kívánok, és köszönöm még egyszer, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm, hogy itt lehetek. 20-30%-kal drágult a méz a közelmúltban, köszönhetően a gyenge termésnek. Idén több fajtánál is 50%-os vagy azt meghaladó volt a visszaesés. A cél az, hogy külföldi méz ne jöjjön be az országba, amíg a hazait el nem adták. A méhészek dolgát közben országszerte kaptárlopások nehezítik.
A tolvajok tettükkel akár több százezer forintos, sőt milliós kárt is okozhatnak az érintetteknek. Az elmúlt 50 év legrosszabb méztermését tudták megtermelni idén a méhészek. Ezt a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke mondta a televíziónak, amikor az idei mérlegről kérdeztük. Az elmúlt 5 év átlagos mészhozama országos szinten 20 és 32 ezer tonna között volt, az utóbbi években csökkenő trend mellett. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület idén ettől jóval elmaradó 14 ezer tonna méztermésre számít. A rendkívül gyenge eredményről ez esetben is az időjárás tehet elsősorban. Végig esős, csapadékos idő volt. Tavasszal a családok, úgy, ahogy fel is fejlődtek, végül is nem sok volt a téli veszteség, de nem volt lehetőségük gyűjtésre a alacsony hőmérsékleten szeles csapadékos időszakban, és gondot okozott a nektárgyűjtés. Maximum én azt merem mondani, hogy egy 30%-a, átlagosan 30%-a termelt a korábbi éveknek, vagy akkor mondjuk úgy az átlagos éveknek, akár mézből. Napraforgót, nagyon száraz volt a tavasz, mindenhol elültették egyszerre, és utána, amikor megjött a csapadék, hiába valamelyik korábban, vagy esetleg még a később is volt ültetve, egyszerre kijöttek a napraforgók, egyszerre virágoztak. Korábban azért a napraforgó előfordult, hogy 4-5 hétig is virágzott a különböző ültetési időknek megfelelően. Most 2 hét alatt levirágzott a napraforgó, vagyis hát ez felére csökkentette igazából a hordási lehetőség idejét. Abból is maximum egy 50%-os termésre lehet gondolni. Közben kihagytam itt az akát és napraforgó között a vaddohány mézelését. Beázott volt a föld, még igazából az időjárás is mondhatjuk, hogy kedvező volt, de valószínűleg a tavaszi fagyok volt. Az is kapott, és ezáltal nem volt nektárképződés, minimális vaddohány mézünk termett. Ámorak át az elment az esőzés miatt, úgyhogy maximum egy 30-50% közötti méztermésünk volt van a korábbi évekhez képest. Az agrárminiszter a napokban azonban úgy nyilatkozott, idén is lesz elég méz Magyarországon. A méztermés és a méztartalékok ugyanis a mintegy 10 000 tonna körüli belső fogyasztást a gyengébb eredmények ellenére is fedezik. Nagy István ugyanakkor kiemelte, hogy az átlagosnál szerényebb hozam hatással lehet az árakra, azonban állandósuló, drasztikus áremelkedésre nem számítanak. Hók József elmondása szerint a hazai piac nagyon árérzékeny, márpedig a drágulással a közelmúltban már szembesülhettek is a vásárlók a boltokban. Itt is azért azt kell, hogy mondjuk, hogy azért egy 20-30%-os áremelkedésbe belementünk. Sajnos a mézünk 70-80%-a az európai piacokon jött ki, mivel hogy javítóméznek használják, vagy javítóméznek, itt is azért ki kell, hogy jelentsük, hogy azért a 30%-os áremelkedés megvolt. Elméletileg elégnek kéne, hogy legyen a Magyarországon termelt méz a magyar piacnak. Sajnos az a baj, hogy ez a mézek, hogy mondjuk 70%-a az európai piacokon köt ki. Reméljük, hogy azért voltak ebben most az elmúlt egy-két hétben intézkedések, hogy ne lehessen külföldről behozni Magyarországra mézeket, amíg el nem fogy, és csak a magyar mézek kerüljenek a polcra. Reméljük ezzel elérjük azt, hogy azzal a 20-30%-os áremelés mellett is legalább a hazai piacot el tudjuk látni, és a fogyasztók igazi mézet fogyasztatnak. Hogyha mégis került be külföldről, most itt nem kell elébeszélnünk az ázsiai kínai mézekről, kell, hogy beszéljünk, el kell, hogy tüntessék, hogy honnan származik a méz. A nyomonkövetőségnek innentől még nagyobb jelentősége lenne, és azt kell, hogy elérjük, hogy a vevők lássák, hogy termelői magyar mézet fogyasztanak, vagy éppen ki tudja, melyik országból behozott bármilyen méz vagy mézkeverékeket. Tudatos vevők magyar mézet fogják keresni, remélhetőleg. Az ágazatban dolgozók számára idén egyébként egy 1 milliárd forintos támogatási keret áll rendelkezésre. Minden méhészben van jelentve a négyiknél egy családszámmal. Ezt az államkincstár minden év október 1-ével elméletileg, mert szeptember utolsó napja a módosítási lehetőség, az alapján bejelenti a mély családjának számát. Mély családok után kapott minden méhész 1000 forintot, elméletileg úgy indult, hogy egy évre. Az idejében a nehéz helyzetre való tekintettel 2-szer kaptuk meg az 1000 forintot, vagyis hát családunként 2000 forintot kaptunk. Ez egy 100 családos méhésznek 200 000 forintot jelent. Nem mondjuk, hogy semmi, elindultunk egy úton, hogy már kaptunk valamit, végül is
az idei nehéz helyzetet nézve én azt mondom, hogy segítség is volt. Hát bízunk benne, hogy megmarad ez a legalább 1000 forintos támogatásunk. Az aranyi jogon jár ez által a méhészeknek, végül is egy áramkincstárnál lévő elektronikus területen kell, hogy leigényelje a méhész, és a előző évben bejelentett méhész családjai számának megfelelően kapja ezt az összeget. A nehézségeket pedig tettézi, hogy az elmúlt hetekben országszerte loptak el kaptárakat. Zala, Baranya és a szomszédos Hajdú-Bihar megyében is volt ilyen eset. Néhány hónapja egy szabolcsi méhészt akartak megfosztani méhállományától, az elkövetőt azonban tetten érték. A szakmabeliek sokat tehetnek a bűncselekmények megelőzéséért. A méhészek megpróbálnak most már odafigyelni, hogy vadkamerával vagy nyomkövetővel leállítják a kaptárjaikat, amennyire csak lehet. Megpróbálnak mezőőrökkel, polgárőrökkel, ahol olyan helyen van jobban lenni, és amennyire lehet próbálunk figyelni a méheinkre. Olyan vándorolt a nyárban, ahol egészen szélsőségesen kint hagyjuk a méheket, méhész már és rövid ideig van ott, akkor megpróbál inkább ott lenni velük a családból valaki, vagy inkább ott van a közelébe, hogy nyomon tudja követni őket, vagy látni tudja őket. Minden méhésznek kötelessége, mindegy, hogy egyesületi tag nem, egy-két-öt társaságja van, a méhésznél regisztrálja magát, hogy ő méhész. A méhészet telephely létrehozásával kap egy tenyészet és egy telephely kódot. A tenyészet kódot minden méhésznek kötelessége a kaptárjába besütni. Van, aki ezt bővíti azzal, hogy nem csak a kaptárjába, hanem a keretjébe is besüti. Ez azt jelenti, hogy minimum 2 mm mélységbe be kell, hogy égessük, vagy be kell, hogy marjuk ezt a számot, ami, hát ha azért 2-3 mm-t, akik gyalulnak, kicsiszolnak egy papelületből, az látszik, hogy valami ilyet történt. Akkor az már valamire okot ad, vagy gondolkodást ad, hogy miért is lett ez kicsiszolva. Fontos nekünk ez a szám, minden méhész beazonosítható ezáltal, ha nincs kirakva a név, vagy egyéb elérhetőség, ez alapján, a szám alapján minden adatot meg lehet tudni a méhészről, vagyis hát így a tulajdonosról. Ha már megtörtént a bűncselekmény, az érintetteknek a rendőrséget kell értesíteniük, ahol ismeretlen tettes ellen megindítják a nyomozást. Ennek hatékonyságában az egyre több helyre kitett vadkamerák is sokat segíthetnek. Ezek a vadkamerák most már tudnak olyat, hogy ha mozgás van a méhészetnél, akkor küldik a méhésznek az SMS-t, képet, hogy van valami mozgásod, ha vad volt véletlenül, akkor ugye nem fog ráintézkedni, de ha idegen személyek járnak ott, akkor ugye közvetlenül tudja értesíteni a rendőrséget. Azért most kaptárszámtól függően, de egy mélyállomány ellopása nem 5 percbe kerül. Hogyha az SMS-t időben megkapta, akár ő a maga a méhész is, vagy bármilyen segítséget, akár a hivatalos szerveket tudja oda mozgósítani, és tetten érés is el fogna méhdolvajokat. Amennyiben elkapják őket, és kiderül, hogy tagjai az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek, akkor azonnal távozniuk kell, és büntető eljárásban is felelniük kell a tettükért, olvasható az Index cikkében. 10-20 éve még speciális bűnbandák szakosodtak a kaptárak ellopására, amelyeket azután eladtak egy másik méhésznek. Ok József szerint bármikor előfordulhatnak, de általában hullámokban jelentkeznek ezek a bűncselekmények. Kaptáranként egyébként nagyjából 40-50 ezer forintos kárt okoznak a tolvajok a méhészeknek, vagyis 20 kaptár esetén már milliós is lehet a kár. De hogy egy pozitív adattal zárjuk beszámolónkat, az elmúlt években folyamatosan emelkedett az egy főre jutó éves átlagos mézfogyasztás az országban, míg 2010-ben egy ember átlagosan 30 dekagram, addig tavaly már közel 1 kg mézet fogyasztott. Ennyi fért mai 35 perc című műsorunkba. Legközelebb szerdán jelentkezünk friss adással, amelyben szó lesz a Felső-Tisza vidékén épülő Tisza túrtározóról, és az is kiderül, mennyiben zuhant a nyelvvizsgázók száma az elmúlt hónapokban. Tartsanak velünk akkor is. Mára köszönjük figyelmüket, további szép estét kívánunk, viszontlátásra!